Ez a negyedik felmérésünk. Igazából van egy nagyon-nagyon-nagyon fontos feltevésünk ezekkel a kérdőíves felmérésekkel. Alapvetően az, hogy a vállalat vezetők felkészültsége, az, hogy ők hogyan, miképpen vélekednek a cégük eredményességéről, teljesítményéről, az igenis egy versenyképességi tényező. Gyakorlatilag kisközepesek, hazai piacra termelő belföldi tulajdonosok által tulajdonolt cégekről van szó. A makrogazdasági környezet megítélését azt nagyon negatívnak tartják a cégek. Egyre több az a cég, amelyik nem exportál, tehát egyszerűen látszik, hogy nő az arányuk. Tehát ez az idén több mint, az mostani mintában több mint 50%. Nyilván a válság miatt is nagyon szépen megfigyelhető volt az, hogy a vállalati stratégiák eltolódtak 2008-9-ben a védekező defenzív stratégiák irányába. Az innováció terén úgy tűnik, hogy romlott a helyzet. Nem is gondolják, hogy az innováció az egy fontos terület lenne a különböző funkciók közül. Amik előtérbe kerültek a 18 funkció, kétségkívül sok, marketing, értékesítés költségek. A logisztikai költségek hihetetlenül megnőttek, és különösen az anyagi folyamatok lebonyolításához kapcsolódó költségek. Mi nálunk a versenyképesség az nem csak gazdasági probléma. Azt mondjuk, hogy annak az alapvető célja a társadalmi jólétnek a növelése, és hát vizsgáljuk ugye azokat a környezeti elemeket, amelyek a vállalat szempontjából versenyképességet jelentik. Van nekünk egy ilyen struktúránk, igazából ebbe van benne nekünk ez az egész vállalati versenyképesség kérdés. A kormányzat hatásának a vállalati szférára, a gazdaságpolitika hatásának, makrogazdasági politikák, ahogyan és amiként a társadalmi romlás befolyásolhatók, illetve a civil szféra és a társadalmi intézmény, a középső alatt főként ugye kulturális értékeket értünk. Különböző időtávú makrohatásokról beszélünk, vannak benne tartós kulturális tényezők, én ilyennek tekintem a korrupció kérdését, vannak benne globális tendenciák, ilyennek tekintem a nemzetközi válságnak hatásait, vannak benne az intézményi struktúrára vonatkozó kérdések, ilyennek tekintem akár az önkormányzati struktúrát, vagy a nagy társadalmi rendszereket, mint környezeti tényezőt. És a végén, de nem utolsó sorban volt a gazdaságpolitika, ugye, amelyik ugye ezeken a tényezőkön keresztül próbálja nyomni azokat az elképzeléseket, amiket a mindenkori politikai vezetés megfogalmaz. Ami kijöttek eredmények azok az, hogy a legsürgősebb feladat a gazdaság fehérítése. A központ és a helyi közigazgatás egyaránt problematikus. Nagyon komoly problémákat látnak ugye a szakképzésbe és a felsőfokú képzésbe. Magyarországon a gazdaságnak a legfőbb problémái nem annyira az üzleti, mint sokkal inkább a közszférából származnak. Rengeteg szó esik a bizalom hiányáról, általában az összes beszállítói kapcsolatnak mindössze 12%-a épül egy évben túli megállapodásokra. Mind az összes többi az egy éven belüli megállapodásokra vonatkozik. Aki kicsit járatos ebben a szférában, tudja azt, hogy lényegében ez a maximális bizalmatlanság és perspektíva hiánynak a jele. A foglalkoztatás visszaesése a mi mintánk szerint lényegesen kisebb volt, mint sok más vállalati funkcionális tevékenységnek a visszaesése. Tehát azt mutatják az eredményeink, hogy a vállalatok utolsók között nyúltak az elbocsátásoknak az eszközeihez. A foglalkoztatás bővítésnek, mint önálló célnak a megjelenítése, az gesztusértékű és politikai szempontból fontos, de teljesen világos, hogy feltételeket kell teremteni a foglalkoztatáshoz. Nem annyira foglalkoztatási, mint foglalkoztathatósági problémáink vannak. Az a versenyképességi fogalma, amiről itt szó van, az a nemzetgazdasági szinten értelmezett és külgazdasági nemzetközi versenyképességről van szó. Két markáns hipotézis fogalmazható meg a hazai teljesítménnyel kapcsolatban a 2000-es évekre nézve. Az első pedig úgy szól, hogy ebben az időszakban jelentősen romlott a magyar gazdaság versenyképessége. Hogy mi mindenből adódik ez, azt úgy megpróbáltam összeszedni. Az egyik az, hogy rávetül ez az összgazdasági teljesítmény a nemzetközi versenyképességre. Egyrészt saját korábbi teljesítményéhez, tehát tudnélik a 90-es évekhez képest, másrészt pedig a fő versenytársakhoz képest teret vesztett Magyarország. Emellett nem volt képes exportárait emelni, miközben a kelet-európai országok jelentősen emelték exportáraikat. A másik értelmezés, aminek az irányában én meglehetősen nyitott vagyok, az, hogy Magyarországnak nem romlott ebben az időszakban a nemzetközi, az előbb mondott értelemű nemzetközi versenyképessége.
Mert a 90-es évek valóban nemzetközileg kimagasló teljesítménye után viszonylag, azt lehet mondani, hogy viszonylag eredményes alkalmazkodás jellemezte ebben az időszakban. Nem fogjuk tudni eldönteni, hogy, vagy én legalábbis nem fogom tudni eldönteni, hogy romlott vagy javult. Mutatkoznak a versenyképesség romlásának is a jelei. Ez elsősorban a folyóáras adatokra érvényes, és a visegrádi országokkal összehasonlítva a régi EU tagországokkal folytatott kereskedelemre igaz. Ezzel szemben a versenyképesség egyértelmű javulásának a jelei mutathatók ki, hogyha a változatlan áron mért teljesítményeket hasonlítjuk össze, továbbá az extra, tehát az EU-n kívüli kereskedelmet vizsgáljuk, illetve az EU-n belüli kereskedelemnek azt a részét, ami az új tagországokkal bonyolodik. Úgy tűnik, hogy az EU-hoz való csatlakozás igazi hatása a magyar külkereskedelemben, az volt, hogy a környező országokkal elkezdtünk többet kereskedni. Az én értelmezésem az, hogy nálunk a 90-es években zajlottak le azok a változások nagy részt, amik a többi kelet-európai országban, visegrádi országokban a 2000-es években, az 2000-es évek elejére egyfajta korai érettség vagy kvázi fejlettség jött létre a magyar külkereskedelemben. Attól még, hogy a gazdaságpolitikusok nagyon sok mindent elrontottak, valószínűleg van egy elég erős és versenyképes szegmense a gazdaságnak, amit az exportáló vállalatok képviselnek, de szerepet játszhatott az is, hogy a belföldi kereslet nagyon jelentős visszaesése egyfajta kényszer gyakorolt arra, hogy nem volt más kiút, mint az exportot növelni, akár csökkenő vagy alacsony exportárak mellett is. Köszönöm a figyelmet!